Hagyomány Székesfehérváron, hogy október 6-án a Fidelitas kezdeményezésére az Icsi ligettől fáklyával sétálnak át az emlékezők a fekvő katona emlékműhöz, hogy közösen tisztelegjenek az aradi vértanúk előtt. A megemlékezésen részt vett Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője. A 21 éve minden esztendőben megrendezett hagyományos fáklyás felvonulást követő megemlékezésen Varga Judit az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke tartott beszédet, aki elmondta, október 6-a és a nemzeti gyásznapok a magyarok szabadságvágyát, szabadságért küzdeni akarását jelképezik. De nagyon fontos, hogy a jelen magyarja, a ma magyarja is tudja, hogy kik az őseink, és mi az a vállalás, amire ők minket az vérük által köteleznek. Nekünk fontos, hogy a szabadságunkért, a függetlenségünkért minden körülmények között kiálljunk. És látjuk, hogy akik az életüket, a vérüket adták a hazáért, nekünk, ma hál' Istennek ilyen körülmények már nem köteleznek, de nekünk sokkal fontosabb, hogy bármilyen is a külső nyomás, mi mindig tudjuk azt, hogy mi a magyar érdek. Idén is rózsaszín lufikkal, rózsaszín ruhadarabokkal üzentek az országalmánál és a belvárosban. Székesfehérvár önkormányzatának képviselői, sportolók érintettek, hogy fontos téma miatt érkeztek. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. A városban minden október 1. szombatján a betegség megelőzésére hívják fel a figyelmet. A mellrák jól gyógyítható, minél korábban fedezik fel a mammográfiás vizsgálaton, annál nagyobb az esélye a gyógyulásra. A betegségben egyre inkább érintett a fiatal, a 30-as korosztály. A mellrák elleni séta a fővédnöke Závodszky Noémi színművész, aki minden évben jelenlétével erősíti a szűrések a megelőzés fontosságát. Ahogyan Kovács Szilvia, a Fehérvár Média Centrum munkatársa is, aki 8 évvel ezelőtt megküzdött a betegséggel. Az önvizsgálat a legfontosabb, amit tehetünk, azt minden hónapban el kéne végezni. Ez tényleg egy pár perces dolog. Az interneten van róla rengeteg anyaga, ahogy el lehet ezt sajátítani, akárhol, akár egy egészségügyi szűrőnap alkalmával is meg lehet tanulni, akár most is itt van makett, tehát hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hogy egy kicsit átnézzük magunkat. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy én annak ellenére, hogy ugye 40 fölötti nőknek szól a mammográfiai meghívó, én azt mondom, hogy azért, hogyha valami gyanúsat észlelünk, akkor menjünk el a nőgyógyászunkhoz, házi orvosunkhoz. A felsővárosi, a Hétvezér, a Zentai úti, a Kossuth Lajos, valamint a Szénatéri és a Vasvári Pál általános iskola 4. osztályos tanulóinak csapatai küzdöttek meg egymással a Túrozsáki úti műfüves focipályán. A 11. aszalvölgyi focikupán két csoportra osztva mérkőztek meg egymással a csapatok, majd helyosztókkal döntötték el a végeredményt. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal várták a családokat, volt közös edzés a szabadidőparkban, Nordic Walking és is. A sportos délelőtt folyamán környezeti tanácsadáson, egészségügyi szűréseken, általános állapot felmérésen, továbbá életmód tanácsadáson is részt vehettek az érdeklődők. 11 évvel ezelőtt hívtuk életre ezt az aszalvölgyi sportnapot. Kimondottan a kiskamaszokat szólítottuk meg, 6 iskola vesz részt a sportnapon. A kiskamaszok azok, akik még találják a kis, hogy merre az életbe induljanak el, aki szárnyaikat nyitják és inkább a sporthoz forduljanak. Ilyen szándékkal hívtuk létre sport és testnevelős tanárok, azért is iskolák vannak itt, az egész nap a gyerekekről fog szólni. Az a fontos, hogy minden gyerek, aki eljött, sportoljon. Szakmai napot tartott a Fehérvári Kézművesek Egyesülete a Rácz utcai Kézművesek Házában. A nap folyamán több előadást is tartottak a vendégeknek a könyvkötészet elméletéről, a papírkészítés történetéről és a papírról, mint innovációról is. Érdekes információkat hallhattak a résztvevők. A szakmai napon az Egyesület 3 tagjának előadása mellé még egy előadót hívtak, Horváth Hellát, aki magáról, a papírról és az origami művészetéről tartott előadást. Majd egy gyakorlati rész következett, ahol mindenki kipróbálhatta az előadásokon hallottakat. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete ősszel lesz 25 éves, ez alkalommal november 11-én nyílik egy kiállítás, ahol bemutatkoznak az egyesületi tagok, de az év végéig is számos más programmal készülnek még az érdeklődőknek. Ez is papír, az a címe, és a papírról szól. Nagyon sok kézműves alapanyagról tartottunk már szakmai napot, tehát textilekről, gyöngyről, fáról, fémről. Most a papírt választottuk ki. Egyesületünknek 3 olyan tagja is van, aki papírral foglalkozik. König Nóra könyvkötő, Vince Mátyás papírmerítő, és Szili Némolnár Klára, aki az origami
művészetét műveli, tehát hajtogatása, gyönyörű dolgokat állít elő. Január 1-től indul a kötelező visszaváltás rendszere, erről szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet. A jogszabály szerint a kötelező visszaváltási díjas termékek körébe a tej és tejalapú italtermékek kivételével minden üveg, fém és műanyag palackos és dobozos, 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú italtermék csomagolása tartozik. Az erre vonatkozó jelölést a gyártók kötelesek a jogszabályban meghatározott módon a csomagoláson elhelyezni. A visszaváltási díj összege a kötelezően visszaváltási díjas nem újrahasználható italcsomagolás esetén darabonként 50 forint, az önkéntesen visszaváltási díjas termékek és az újra tölthető palackok esetén a gyártók által meghatározott összeg, amit a vásárló a visszaváltást követően visszakap. Ezek a díjak beépülnek a termékek árába, kivéve ha a fogyasztó nem a csomagolással vásárolja meg azokat.